Sziasztok, ez itt a H-Szektor, a Havon Sport podcastje. Említettük Attilával a héten, hogy fogunk még egyszer jelentkezni ezen a héten, és folytatnánk azt a sorozatunkat, ahol most már vendégekkel is beszélgetünk, úgyhogy köszöntöm itt a stúdióban Nyitrai Daniellát, a Deasznak a sajtófőnökét. Én is köszöntök mindenkit. Bizonyára egyébként ismeritek Daniellát, főleg a sportszeretők, mert hogyha jól tudom, ugye 17 évet dolgoztál a DVSC-nél, most ugye a Deasznál vagy már egy jó ideje, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak ismerős vagy. Viszont mi úgy gondoltuk, hogy ettől függetlenül megkérdezünk nagyon-nagyon sok mindenről. Úgyhogy nyilván, amit én hát nem kifejezetten szeretek, hogyha valaki úgy kérdez, hogy na honnan jött az ötlet, hogy ezt meg azt csinálj, de mégis megkérdezem tőled, hogy inkább így az elejére visszatekintve, hogy mennyire volt az tudatos, hogy sportújságíró leszel, vagy annak készülsz? Egyáltalán nem volt tudatos, informatikusnak készültem, és egy teljesen véletlen folytán lettem sportújságíró. Ugye akkor már a sportban olyan szinten benne voltam, hogy mivel nagyon szerettem, rendszeresen jártam mérkőzésekre, mindenfélére itt Debrecenben, és ismertem Csubák Zoltánt, aki abban az időszakban viszont Pesten dolgozott, egy rádiónál, és akkor indult el az NB1.hu internetes hírportál, és őt kérték meg, hogy a debreceni mérkőzésekről tudósítson, de mivel ő Pesten lakott, ezt nem tudta megtenni, és összefutottunk egyszer az utcán, és eszébe jutott, hogy akkor esetleg az NB1.hu-nak csinálhatnám én. És ugyannyira nem vettem ezt komolyan, rábólintottam, csak aztán nem sokkal később hívtak az NB1.hu-tól, hogy segítsek már neki, és az NB1.hu akkori főszerkesztője Imre Mátyás volt az, aki elindított végül ezen az úton. És hát én mindig meg szoktam azért kérdezni sportújságíróknál, ha nő, ha férfi, hogy egyébként sportoltál előtte valamit, vagy csak kedvelted a sportot? Kedveltem, versenyszerűen nem sportoltam. Csak annyi, hogy nagyon-nagyon szerettem. Tehát néztem folyamatosan tévébe, és jártam itt Debrecenbe mérkőzésekre. És visszatérve erre a szerencsére, tehát ugye ahhoz, hogy az embernek elinduljon egy karrierje, sokszor nagyon szerencse is kell. És ugye én is egy véletlen folytán lettem sportújságíró, de említhetném a volt kollégámat, Halmai Balást, aki szintén a szerencsének köszönheti, hogy a DVSC-hez került, mert ugye nálunk volt gyakorlatom, de aztán az a gyakorlat véget ért, akkor ő megpróbált beszélni a vezetőkkel, hogy vegyék fel, de azt mondták, hogy erre nincs keret, akkor elutasították, és írt is akkor nekem egy üzenetet, hogy most már csak a lelátóról, vagy szurkolóként fogja lelátóról nézni a meccseket, el is búcsúztunk, úgy volt, hogy tényleg csak találkozunk majd, mint szurkoló, és aztán viszont eltelt fél év, vagy egy év, nem tudom pontosan mennyi, amikor kiderült, hogy kórházba kell mennem, és úgy gondoltam, hogy megkérem őt, hogy helyettesítsen, amikor kórházba vagyok, mivel nálunk volt gyakorlatom, láttam, hogy lelkes, úgy gondoltam, hogy megbízható benne, és megkértem, hogy helyettesítsen. És amíg a kórházban voltam, akkor egyszer az edzése Szima Gábor, az akkor DVSC akkori elnöke, és Balázs elkezdett vele beszélgetni, és végül úgy került a DVSC-hez, hogy ott meg tudtak egyezni. És tényleg sokszor csak ennyi kell, mert hogyha nem kerülök kórházba, vagy nem őt kérem meg, hogy helyettesítsen, akkor most lehet nem ő készíteni a videókat a DVSC-nek, és egyébként soha nem tudhatjuk az életben, hogyha valaki most olyan paszban van, hogy nem tudja, mit kezdjen magával, lehet, hogy bármikor hozhat az élet számára egy olyan helyzetet, hogy elindul egy jó irányba. Igen, érdekes, amit mondasz, mert egyébként nekem is vannak ilyen személyes sztorim, de szerintem mindenkinek, és amúgy tényleg furcsa ebbe belegondolni. Viszont ugye mondtad, hogy eleinte talán, hogyha jól vettem ki a szavaidból, hobbiként fogtad fel azt, ugye, hogy írtál az NB.hu-nak, viszont mi volt az a pont, amikor tényleg úgy érezted, hogy ebből komolyabb is lehet, és amikor esetleg olyan visszajelzéseket is kaptál, hogy hú, Daniella, jó, amit csinálsz? Ez mindenképpen az NB1.hu-nál volt, és a Imre Mátyás először ugye csak arról volt szó, hogy a mérkőzésekről mondjak pár mondatot, de aztán
megkért, hogy esetleg nem tudnék-e egy-két cikket írni a Lokiról, és elkezdtem egy-két cikket írni, és az így nagyon megtetszett. Uh-huh. És Imre Mátyás is nagy hatással volt rám. Ugye abban az időszakban indult be egyébként igazán ez a hírportálos jelleg, hogy egy-egy honlap hírportál képződjön. Uh-huh. És nekem az, hogy később az NB1-hunál eltöltött évek, mert nagyon jól tudtam kamatoztatni a DVSZ-nél, mert felfigyeltem arra, hogy mi a lényeg, mire kell helyezni a hangsúlyt egy-egy ilyen oldalon, mi az, ami érdekli az olvasókat, és amikor a DVSZ-hez kerültem, akkor erre is törekedtem, és amikor a DVSZ-hez kerültem, szinte az is hírportálként működött, napi 5-6 hír volt, de a nemzetközi mérkőzések idején 10-12 hírt is felraktam. És mindet te írtad? És mindet te egyedül írtam. Tehát én ugye 17 évig voltam ott, 15 éven keresztül teljesen egyedül dolgoztam. Mm. Az utóbbi 2 évben volt ott segítőnek Balázs. Mm-hmm. Úgyhogy nem volt egyszerű, de annyira szerettem, amit csinálok, és annyira szenvedélyesen csináltam, hogy nekem ez nem volt teher. Uh-huh. Hát én akkor örültem, akkor feküdtem le boldogan este, ha jó sok hír volt a honlapon, hát akkor tudom, hogy most ezzel a szurkolókat kiszolgáltam hírekkel, és elégedettek lehetnek ők is. És mondom, abban az időben még csak az Újpest és a Ferencváros honlapja működött hírportálként, úgyhogy úgyhogy a mi oldalunk elég népszerű volt. Uh-huh. Nagyon sok, nagyon magas volt a nézettségünk, sok volt a letöltés. Úgyhogy az később, az idők folyamán ez úgy csökkent, de... Ez igen, emlékszem én is egyébként, hogy még kicsi voltam ugye ebben az időben, de ugye folyamatosan ültem a gép előtt, és frissítettem az oldalt, mert egyébként ez most így tényleg, hogy mondod, amúgy sok hír volt, és én is mindig kíváncsi voltam arra, hogy na most akkor vajon mi lesz a következő, esetleg egy átigazolás, bármilyen videó, stb. De ugye említetted a DVSZ-t, ugye én is mondtam meg te is, hogy 17 éve dolgoztál ott. Hát egyrészt milyen érzés volt ugye ott dolgozni a DVSZ-nél, mert akkor ugye mondhatjuk azt is, hogy szurkoltál a csapatnak, tehát mint szurkoló dolgoztál. Ugye ez a kettő dolog, hogyha összejön, akkor azt szerintem nagyon jó lehet munkaterén. A másik pedig, hogy nyilván hogyan jött neked ez a lehetőség, hogy ott dolgozhatsz, ugye az NB1.hu után? Már korábban működött egy DVSZ honlap, de az nem hírportálként működött, csak a játékosokról volt lista, és azt Tóth András Balázssal csináltam. De ő utána ebből kiszállt. És amikor az NB1-hunál megtapasztaltam, hogy hogyan kell működni egy honlapnak, én akkor beszéltem Szima Gáborral, hogy csináljuk ilyen formában. És akkor ő... És akkor így. Tehát akkor saját, te mentél oda, saját ötlettel. Igen, igen. Nyilván ugye tudta, hogy én a korábbi ilyen egyszerűbb változatos DVSZ honlapján is ott voltam, úgyhogy igazából nem voltam ismeretlen számára, úgyhogy nem volt nehéz meggyőzni. Kipróbáltuk, működött eleinte. Nem mondom, az elején nagyon nehéz volt, mert nem mindenki érzett rá ennek a lényegére, és ugye én sokat telefonáltam, hogy információkhoz jussak, hogy felrakja, és erre nem mindenki volt nyitott a DVSZ-nél. De aztán, amikor látták, hogy a DVSZ honlapján megjelenő cikkeket, aztán átveszi a Hajdú Bihari Napló, meg más, a Nemzeti Sport, vagy más oldalak, akkor kezdtek rájönni ennek a fontosságára. És tényleg nekem egyébként a szurkolók voltak és az olvasók a legfontosabbak, hogy ők elégedettek legyenek, úgyhogy én sohasem azt az elvet vallottam, hogyha nincs hír, akkor nem kell írni semmit. Hogyha nem volt hír, akkor csináltam egy színes anyagot, vagy felhívtam egy játékost, hogy mi újság vele, tényleg törekedtem arra, hogy mindig legyen valami. És attól függetlenül ugye, hogy te mentél igazából, akkor mondhatom, hogy saját ötlettel, meg volt is mögötted tapasztalat, valamiféle félelem egyébként volt benned, amikor nem, így belevágtál? Nem, mert annyira, egyáltalán nem volt bennem félelem, mert annyira elszánt voltam, hogy egyszerűen éreztem, hogy ez jól fog sikerülni. Tehát akkor bennem volt az érzés, hogy ebből valami jól fog kisülni. És ennek szenteltem az életem. Tehát talán túlságosan is, magánélet, minden. Barátok háttérbe szorgultak, mert nekem ez volt az első, a munka volt az első.
és amúgy mind a mai napig így van. Uh-huh. Úgyhogy egyszerűen ilyennek születtem nekem. Nekem ez szerez örömet. Uh-huh. És mondhatni, ugye kérdezted, hogy milyen volt a 17 évet, egy frenetikus utazás volt. Uh-huh. Maradhatunk is szerintem ezen az érzelmi hullámvasúton, mert én tisztán emlékszem, hogy én akkor kicsi voltam, de azt mondhatjuk szerintem bátran, hogy a Loki akkor aranykorszakát élte, ami azóta sincsen, még mindig a hidegrázam, hogy ebbe vele gondolni, tehát minden meccsre úgy kimenni, pontosan tudtam, hogy nyerünk, ha nem, akkor maximum döntetlen, de úgyis bajnokok leszünk, jó játékosok, jó közeg, és még arra is emlékszem, hogy stabil anyagi háttér, stb. De mégis, hogyha azt kérdezem, hogy milyen volt az ország akkori legjobb csapatát, és szerintem mondhatom amúgy, hogy akkor a legnépszerűbb is volt amúgy a Debrecen képviselni, tehát stadionról stadionra járni. Nem azt mondom, hogy fú, biztos akkor ti ugye fentebb jártatok, mint most nem mondok egy F-betűs csapatnevet Magyarországon, de tényleg milyen volt úgy menni minden egyes idegenbeli meccsre, vagy úgy fogadni a csapatokat, meg hát eleve az, hogy hétről hétre az ország legjobb csapatát képviseled te is. Megtiszteltetés volt, és büszkeséggel töltött el. Tehát bárhova mentünk az országba, ugye én mindig mentem idegenbe is a csapattal, ott is tudósítottam, és tényleg büszkeséggel töltött el, hogy én a DVSC-től vagyok. Uh-huh. És egyébként most direkt nem mondok csapatnevet, hogy őket hogy szokták fogadni mondjuk stadionokba, viszont titeket akkor abban az időben hogy fogadtak? Tehát mikor mentetek idegenbe, akkor esetleg volt-e olyan, hogy hú, nézd, már megjöttek a debreceniek, vagy ilyesmi, vagy mindenhol meleg szívvel fogadtak titeket? Mármint szóval magát tehát a akár téged. Alkalmazottokat, vagy a szurkolók? Hát figyelj, a szurkolók, meg a sportolókat, az ott lehet, hogy ment az Rika, mindig, de mondjuk téged. Engem mindig szeretettel fogadtak. Hmm? És tényleg minden klub, bármelyik csapathoz mentünk, minden klubnál segítettem, hogy a megfelelő helyre üljek le, hogy jól tudjak dolgozni, segítőkészek voltak. És ugye említetted, meg hát azért kitalálhatjuk, hogy 17 év alatt ugye volt ebbe bajnokok ligája, volt Európa Liga, tényleg sok országba jutottál te is, sok stadionba jártál. Hát nekem van egy tippem, de nyilván mondtad, hogy melyik volt az első, meg a legszebb, ugye az Old Trafford Angliában, Manchester United vendégeként, viszont még hogyha kettőt esetleg fel tudnál sorolni, ami tényleg nagyon megfogott, hogy hú, ott nagyon jó volt dolgozni, az melyik volt? Ilyen volt a Liverpool is. Az Old Trafford azért volt különleges, mert az volt az első nagy csapat, amelyik játszottunk. Ugye előtte Splitben játszottunk, a Splitet kivertük alaposan, és utána önbizalomba telve mentünk Manchesterbe, de ugye akkor az a világ egyik legjobb csapata volt. De gólt rúgtunk, csak visszafújták. Így van, és Halmosi gólját nem adták meg, és amikor a meccs előtti napon mentünk oda edzésre, még akkor üres volt, és belépve, még mind a mai napig tényleg bennem van az az érzés, amit akkor átéltem, amikor az Old Trafford gyepére ráléptem. Fantasztikus volt, az volt életem első nagy stadionja, ahol jártam, és tényleg különösen nagy élmény volt, hogy utána találkozhattam Sir Alex Fergusonnal, aki akkor a világ legjobb edzője volt, és olyan játékosokkal találkoztam, olyan játékosokkal voltam meccs után egy légtérben, egy helyiségben, mint Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, vagy Ruth van Nistelrooy, ilyen játékosok voltak akkor, Rio Ferdinand, fantasztikus volt, de szintén nagy élmény volt a Liverpool elleni meccs, amellett, hogy az volt az első BL csoportos mérkőzésünk. És jól is játszottunk, arra emlékszem. És nagyon jól játszottunk, úgyhogy én ezt a kettőt. Sikerült egyébként valamelyik sztár futballistával egyébként váltanod egy-két szót valamelyik ilyen külföldi kaland során is? Cristiano Ronaldoval a Manchester United ellen, igen, mert ez is egy véletlen volt, hogy ott a meccs után ugye sajtótájékoztatót tartott Ferguson, amin ott voltam. De én voltam ott az egyetlen magyar, és vége volt a sajtótájékoztatónak, és nem tudtam, hogy hol kell kimenni, és a Manchester sajtófőnöke segített, de valami kiskapukon mentünk le, és egyszer csak a mix zónában találtam magam, de nem ott az újságírók ezek, hanem ott, ahol a játékosok állnak. És akkor ott először fel sem fogtam, de utána vettem észre, hogy mellettem van Ronaldo, a
kép, készül interjút adni, és ő poénkodott azzal, hogy ott vagyok, ott a játékosok között, de utána aztán átmásztam ott a kerítésen is, és ott a túloldalon. És ráadásul egy ciki volt, mert tele volt a Manchester United szatyrokkal, mert a játékosok megbíztak minket, hogy vásároljunk már be a Manchester boltban egy-két cuccot, egy szuvenírnek. És azok nálam volt. Mint egy turista úgy néztem ki ott a sztárjátékosok között. De hát akkor ezek szerint nekem nagy kedvencem Ronaldo, de akkor így is vette a poént, meg ugye azért videókból lehet látni a mai napig, hogyha ilyen szitu van, akkor azért szerintem tök jól reagálja le. És még egy kérdés erről a mérkőzésre, azért, hogyha így visszagondolsz, hogy honnan indultál akár, és tényleg mondjuk egy debreceni sajtós így, amikor helyet foglaltál a teltházas Old Traffordon, tehát hogy így visszagondolsz, az milyen? Mert megmondom őszintén, ugye most voltam... ugye Montenegróba is, én például ugye 24 éves vagyok, még nem voltam dolgozni csak Montenegróba idegenbe, ami azért nem volt egy akkora stadion, illetve most ugye a Rapid Wien ellen, ugye Ausztriába, az viszont nagyon megfogott, mert ugye ott is 20 pár ezren voltak, viszont egy nagyobb stadion volt, mint a debreceni, és arra biztos, hogy mindig emlékezni fog, hogy az volt mondjuk így a Loki miatt az első idegenbeli túrám, mint sajtós, de neked milyen volt az, amikor helyet foglaltál, és akkor szétnéztél, és 80 ezer ember. De az az igazság, hogy én, mivel túlságosan és komolyan vettem a munkámat, mindig nagyon rá is stresszeltem. És mindig amiatt aggodalmaskodtam minden nemzetközi meccs előtt, de egyébként idegenbeli meccsek előtt is, hogy lesz-e internet, jól fogok-e látni, megkapom-e időben az összeállítást, és itt is ez volt, de meg nagyon rákoncentráltam a munkámra, úgyhogy annyira ilyen nagy felszabadító és nem volt, mert tényleg teljes egészében munkámra koncentráltam, de természetesen jó érzés volt, meg akkor még az Zolá Gábor utcán voltunk, ahhoz képest az Old Traffordon egy tényleg szupermodern sajtópáholyból írhattuk a mérkőzés eseményeit. Úgyhogy tehát bennem volt az azért mindig a stressz, hogy a munkámat el tudjam végezni, de azért próbáltam. És még egy kérdésem lenne egyébként a DVSC-ről, hogyha összességében egy pár mondatban össze tudnád foglalni, akkor mit adott neked a DVSC ez alatt a 17 év alatt? Hát, nagyon sok mindent. Egyrészt, ahogy már mondtam, egy számomra egy frenetikus utazás volt. Szerencsés vagyok, mert azt csinálhattam, ami a szenvedélyem volt. Nagyon szerettem magát a munkát is, ezt az újságírást is, a klubot is, a szurkolókat is. Rengeteg országba eljutottam, olyan országokban, városokban, amúgy még talán turistaként amúgy nem mennék, de Loki révén eljutottam. Olyan edzőkkel találkozhattam a munkám révén, ahogy említettem, mint Sir Alex Ferguson, Rafa Benitez, Carlo Ancelotti, és olyan játékosokkal, mint Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, és tényleg még sorolhatnám. Tehát David Beckham-mel is találkoztam, igaz, hogy ez nem DVSC révén, de a sajtó vagy sportújságíró munkám révén lehetőségem volt vele is találkozni egyszer Budapesten, úgyhogy újságíró kollégák segítettek ebben, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok. Ez a gála meccsen volt a AC Milan, meg a Magyar Liga válogatott, azt hiszem. És akkor vele is tudtál beszélni? Igen. És normális volt? Beszélni, akkor így nagyon nem beszélgettem. Mondom, amikor Kabát Peti felhúzta. Igen. Hát így meccs után ott is olyan helyen voltunk, ahol ő is ott volt, úgyhogy ez nagy élmény volt, de nagyon sokan vették körül, és sokan megszólaltak, úgyhogy én már ezzel nem akartam zavarni. Nekem már az is nagy öröm volt, hogy ott úgy találkozhattam vele. És hát, hogyha egy beszélgetésbe idézőjebben lezártuk a DVSC korszakot, akkor hát több mint másfél évtized után váltottál, ugye a Deacnak lettél a sajtófőnöke. Ennek a, hát nem is körülményeinek, inkább az okairól, hogy miért váltottál, és mekkora váltás volt neked, mert ugye akkor ugye csak a focira koncentráltál, most pedig nagyjából mindenre. Szóval ez milyen szakmai kihívásokat hordoz magába? A váltás maga nehéz volt, de már ott az utolsó években már annyira nem éreztem jól magam a DVSC-nél, már a légkör sem volt annyira jó, és illetve az, hogy ugye 17 éven keresztül az ember ugyanazt csinálja minden áldott nap, azt éreztem, hogy egy kicsit ki is égtem. És
és már ideje megfogalmazódott bennem a váltás gondolata. Aztán jött egy lehetőség a Deacnál, szóltak nekem, többen jelezték, hogy megüresedett ott egy állás. Uh-huh. És akkor megkérdeztem a Debrecen Egyetem kancellárját, Bálint Zoltán, hogy ha esetleg még üres az az állás, akkor beszélhetnénk, és másnap fel is hívott, és nagyon hamar meg is egyeztünk. Uh-huh. Úgyhogy nagyon hálás is vagyok neki, hogy megadta ezt a lehetőséget. Őszinte leszek, kezdetben nagyon féltem, mert, uh-huh. mert tényleg csak a fociban dolgoztam korábban, és hogy fogom én ezt tudni csinálni. De nagyon hamar belerázódtam, és egyébként kihívásnak tekintettem. Tehát uh-huh. számomra nagyon nagy kihívás volt, hogy más sportágakról is írhatok, uh-huh. és örömmel is tettem ezt. Tehát én próbálok a munkámban mindig nagyon alapos lenni, úgyhogy például, amikor csatlakozott hozzánk a vívó szakosztály most pár kettő, akkor, és én kaptam meg ezt a sportágat, vagy én vállaltam, hogy foglalkozom velük, és hiába néztem a korábbi években számtalan vívó versenyt, egyszerűen írni róla más, és akkor néztem, hogy más nemzeti sport, hogy ír egy vívó tudósítás, mindent, tehát próbáltam elsetíteni, és pont ez volt jó a Deacban, hogy itt új dolgokat tanulhattam. Uh-huh. Egy felnőtt fejjel is az ember mindig újat, és ez mind a mai napig így van, és egyébként nekem a Deac minden szakosztálya nagyon fontos, uh-huh. tehát nem csak a kiemelt csapatok, hanem a kisebbek is, úgy gondolom róluk írni, és tehát nagyon hálásak tudnak lenni, hogyha róluk is írunk, és nekem az szerez, én akkor vagyok boldog, nekem az szerez örömet, hogyha mondjuk odajön valamelyik kisebb szakosztály vezetője, és megköszöni, hogy foglalkozom velük, és írok róluk, és nekem ez vissza, nekem kellenek a visszajelzések, és nekem ez egy, mert én olyan típus vagyok, mert akkor tudom, hogy jó úton járok, és nekem ez boldogsággal tölt el, hogy nekik így ezzel örömet érezhetek. A szavaidból viszont akkor azt veszem ki pontosan ezért, hogy egyrészt nem bántad meg a döntés, másrészt akkor ezek szerint élvezed is a munkádat. Egyáltalán nem bántam meg, sőt, mondhatni életem legjobb döntése volt, hogy abból a közegből már úgy kikerültem, annak ellenére, hogy borzasztóan tényleg megviselt a váltás, tehát nem is a DVSC-t volt a legnehezebb ott hagyni amúgy, hanem a labdarúgó akadémiát, mert nekem ott volt akkor az irodám, hát én oda jártam minden nap, hiszen az első csapat is ott edzett. És ott ugye jó beledtem a szülőkkel, a gyerekekkel, az utánpótlás edzőkkel, és őket volt a legnehezebb ott hagyni. Úgyhogy tehát 2 hónap nagyon szenvedtem. De aztán itt ez az új munka, ez egyre nagyobb boldogsággal töltött el, az új kihívások, és a DVSC-re mindig jó szívvel fogok gondolni, mindig, és nem bántam meg semmit, de itt a Deacnál is nagyon jól érzem magam, és ugye nagyon nagy élményben volt részem a DVSC-nél, viszont nekem ugyanolyan nagy élmény, nagy élmény volt a jégkorong csapat 2 magyar kupa győzelme, és nekem ugyanolyan nagy élmény a futsal csapat, csapat sikerei, és ugyanolyan nagy élményként élem meg ott abban a helyzetben. Tehát nagyon szeretem a munkámat, tehát én nem teszek különbséget, hogy... Hát meg ezek szerint Debrecen szurkoló vagy. Így van, vagy egy futsal csapat, nekem ugyanolyan fontos, és ugyanannyira tudok tűnni az ő sikereinek, mint annak a DVSC-nek. És egyébként engem mindig érdekel, hogy néz ki egy sajtófőnöknek a hétköznapja. Tehát, hogy ugye szerintem hétfőtől vasárnapig tart a munkaidőd nagyjából, de mégis milyen egy hétköznapi munkanap, meg milyen, amikor mondjuk hétvége van és bajnokság, tehát rengeteg meccs, verseny. Szerencsére itt nem egyedül vagyok, tehát vannak kollégáim, Bíró Ádám, Tamás Nándor, illetve van egy-két hűsös, és így azért könnyebb. Amíg annyi a különbség, hogy amíg az ő feladatuk elsősorban tényleg csak az, hogy a tudósításokat, ilyen cikkeket, az enyém egy kicsit összetettek, mert nekem én kezelem a sajtó megkereséseket,
forgatásokra járok, sajtótájékoztatókat szervezek, azokat levezetem. A mérkőzések után, hogyha odajön egy kolléga, hogy szeretné interjút készíteni, akkor segítek, szólok annak a játékosnak, oda viszem. Az újságíróhoz, vagy a rádióshoz is gyakorlatilag úgy ebből áll. Amikor a mérkőzésekről, a csapatok mérkőzéséről tudósítást, azokat nem én írom, de azért a legtöbb meccsen igyekszem ott lenni, egyrészt már érdekel is, illetve azért is, hogyha a meccs után kell segíteni valami kollégának, akkor segítsek is. Amúgy ezt így jobban szeretem, mert a Lokinál nem annyira tudtam élvezni a mérkőzéseket, mert ugye az ember arra törekszik, hogy hogy írja a tudósítást, és hogy az rendben legyen. Itt viszont sokkal jobb, élvezetesebb úgy, hogy nézhetem nyugodtan a mérkőzést, és esetleg csak a mérkőzés. És ugye azt már kiveséztük nagyjából, hogy mennyi mindent adott neked a DVSC, ugye a Deac-nál nem vagy annyi ideje, de mégis azért már húzamosabb ideje. 2019. decemberre óta vagyok itt. Igen, tehát hogy ez is egy olyan idő, amit már szerintem úgy tudsz értékelni, hogy a Deac eddig mit adott akkor neked? És nyilván nem összehasonlítanak a DVSC-vel, csak itt saját benyomások szerint, hogy milyen eddig a melód. Hát egyrészt a tanulást, hát hogy itt új dolgokat tanulhattam, kihívásokat, és itt értettem meg igazán, hogy milyen ez a Deac család szemlélet, mert amikor korábban hallottam, hogy mindig mondták, hogy Deac család, ó, biztos ez csak úgy ilyen monológ, vagy... Közhelyes akár. Én nem is az, hogy közhelyes, hanem csak úgy ezzel próbálják reklámozni magát a Deacot, de aztán kiderült, hogy ezt a Deac család közeget, ezt tényleg éreztem. Tehát nekem nagyon tetszik az, hogy egy jégkorom mérkőzésen látok Deac labdarúgókat, hogy eljönnek, vagy ugyanígy fordítva kézi labdán legutóbb a jégkorom csapat vezetőedzőjét láttam, hogy jött Vasszúnyi Artyom, úgyhogy és ez így, hogy érdeklik egymást, hogy ki mi hogy szerepel, és ez nekem így nagyon tetszik. Még kettő kérdést jutani magamnak a végére, ami nagyon érdekelne. Az egyik az, hogy milyen szakmai célkitűzéseid vannak még saját magaddal szembe itt a Deacnál, mert azért tényleg már mondhatjuk azt, hogy nagyjából azért 20 pár év alatt nagyon sok mindent elértél, nagyon sok mindent láttál, nagyon sok mindenről írtál, sok helyen voltál, de gondolom én, hogy valamivel azért csak tudod magad motiválni minden egyes nap. Úgyhogy milyen, hogyha elárul nekem, milyen célkitűzéseid vannak még? Úgy, ahogy a DVSC-nél, én itt a Deacnál is a jelen pillanatot élem meg mindig, úgyhogy ilyen nagy célkitűzéseim nincsenek. Tehát a Deacon belül vannak olyan célkitűzéseim, hogy a kommunikáció minél jobb legyen. Nyilván ez így benne van, tehát erre törekszünk, és szerencsére ebben a klub is partner. Tehát itt a kommunikáció nem csak az újságírásból áll, abból, videók, a közösségi médiákra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk most már. Ambasszadorokat vettünk fel, akik ilyen egyetemi hallgatókból állnak, és akkor ők járnak a mérkőzésénkre, videókat készítenek, azok felkerülnek a közösségi médiára, úgyhogy végül is a célt meg kell fogalmazni, az, hogy kommunikáció minél. Ugyan így magammal szemben nincs különösebben. És arra törekszem, hogy az a jelen, az jó legyen. Hát ennek ellenére az utolsó kérdésem akkor is nem a jelenről, hanem a jövőről fog szólni. Azért mondhatjuk azt, hogy ha valahol elkezd Nyitrai Danielre dolgozni, akkor az hosszú távra tervezi. Ugye ez ebből a beszélgetésből is lejön, viszont itt én arra lennék kíváncsi, hogy a Deacnál esetleg felfestettél-e valamit magadnak, hogy milyen hosszúságban szeretnél dolgozni, vagy valamit esetleg létre szeretnél hozni a Deacnál egy X időn belül. Nem, hát így szerintem az emberek így nem nagyon tervezik, hogy na most ennyi és ennyi ideig dolgozni, szeretnénk minél tovább, mert jól érzem itt magam, nagyon jól érzem magam, tehát ameddig igényt tartanak rám, én szívesen dolgozom itt. Hát akkor az legyen még jó sokáig.
Köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm szépen, hogy ilyen gondolatokat, meg sztorikat osztottál meg velem. Annyit még itt elárulok a végére, hogy azért mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és amikor ugye mondtad a DVSC akadémián való szülők, gyerekek, stb. Ugye én már akkor is tudtam, hogy te mit dolgozol, úgyhogy nekem ez egy élmény volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És hát H-szektorral pedig majd a jövő héten fogunk foglalkozni, ugyanis kettő DVSC meccset is ki fogunk majd beszélni, lesz benne DVSC kézilabda, szóval remélem, hogy akkor is fogtok minket még hallgatni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél, sziasztok! Sziasztok!